Üdvözlöm Önöket ismétán! Ismét látható, hogy mit is csinálok. Hogy sétálok a határban. Ezzel erősítem az immunitív rendszeremet. Erősíteni is kell, nem csak elég, hogy a karaténban témban bent vannak az idősek, 65 év felett. Nem szabad nekik kéne az utcára, fricsálnak bent a szobályba. Akkor még nem volt az időseknél, nincs elterjedve még az internetek való streamek nézegetése. Ezt helyett becsalják a tévét és nézegetik. Mi is van a tévében? Filmeket, a sorozatokat. És itt van a gond. Ha mindenki tudja, hogy maga a tévé sohase nem pozitív mutat, hanem csak károsít. Lehet, hogy az idősek, ilyen 80 évesek nem a vírus kapják el, hanem egyszerűen le fog épülni a szervezetük. Nem mozognak, nem csinálnak nagyon semmit se, nem edzenek, nem olvasnak könyvet, csak nézik a tévében a filmeket, a sorozatokat. Szív elejtelenségben leghamarabb távoznak el. Mindennek van pozitív része, ugyanúgy káros része. Hiába is vannak otthon, ha folyton nem mozognak eleget, egyszerűen olyan legyöngülnek, vagy odéznek. Ez mind-mind a rossz nevelésnek a következménye. A legnagyobb járvány maga a tévé. Sorozatok, a filmek, egyéb más mindenek. Most vannak ilyen mindig tévé, ki lettek kódolva, hogy otthon maradjanak, nézzék a tévét. Ezzel nem jobbat tesznek, hanem rosszabbat. Azért, mert nem mozognak. Nem edzik a testüket, se az agyukat, se az elméjüket. Mi történik itt is, agyleépülés történhet. Elveszíti a szervezet az ellenálló képességét. Hogy egyhama, aki nem mozog, csak nézi a filmeket, a sorozatokat, az mindig káros. Semmi pozitívum nincsen. Ebben mind-mind az ördögnek a műve. Jön az a zemlélet. És képzeljék el, hogy vannak kb. Visszajönnek az időbe olyan bő 200 évet. Az kb. 1820-as évek. És ott itt csinálnak az emberkék. Este dolgoztak, felkeltek, mozogtak. Mennyi mást is csináltak, műveltek. Most meg mi van? Mi a helyzet? Elmennek. Pontos időre meg van határozva, mikor kell ledolgozniuk a munkát. Pont, megvan minden. Egyszokás, semmi változékonyság nincs benne. Az egész elme rendszer felborult. Ennek komolyabb gondjai is lehetnek, mint maga a járvány. TV, ingyenes csatornák, plusz még illetek kódolva, mind-mind károsak. Ez ellen úgy lehet védekezni. Megfogják, és kidobják a szemétbe a tévét. Készüléket. Most legilyen idősebb 70-80 évesekre gondolok, akiknek lakásban vannak, nem tudnak semmit se csinálni,
mindenütt megvan. Kell, valakit elküldenek, vesznek nekünk termékeket, félkész terméket, beteszik a mikróba, és már meg is van főve. És pedig mozogtak valamit. És mit csinálnak? Nem, hogy könyvet, vagy pedig tanáztatnának, fitnesszeltetnék magukat. Helyette csak nézik a filmeket a tévében. Ez káros, mint a járvány. Ami többször el lett mondva, nem mindig ugyanaz legyen mondva, akkor ez a gondolat mellett eddig tartott. Köszönöm ismét a figyelmeteket, szavaztok!